December 27-e. Hol dől el a csata? Ha visszatérsz, Izrael, ezt mondja az úr. Jeremiás könyve negyedik fejezet, első vers. Nem a külső világban dől el, hogy megnyerjük-e a csatát, vagy elveszítjük, hanem az akarat rejtett világában, Isten előtt. Isten szelleme megragad, és arra kényszerít, hogy egyedül maradjak Istennel, és ő előtte megharcoljam a harcom. Amíg ezt meg nem teszem, a külső körülményeimben mindig vereséget szenvedek. Lehet, hogy ez a harc egy percig tart, de lehet, hogy egy esztendeig is. Ez rajtam múlik, nem Istenen. De ezt csak Isten előtt lehet megvívni, és nekem elszántan át kell mennem a lemondás poklán Isten előtt. Semminek sincs többé hatalma azon az emberen, aki harcát Isten előtt megharcolta és győzött. Ha így szólok, várok, amíg megfelelő helyzetbe jutok, majd akkor kipróbálom Istent. Ilyenkor semmire sem jutok. Lelkem csendjében kell a dolgot elintéznem Istennel, ott, ahova semmiféle idegem nem léphet be, és aztán azzal a bizonyossággal mehetek tovább, hogy megnyertem a csatát. Ha ott bent elvesztem a csatát, olyan bizonyos, hogy csapás, katasztrófa és felfordulás következik, mint ahogy bizonyos Isten végzése. Azért nem nyerem meg a csatát, mert megpróbálom előbb a külső világban megnyerni. Állj Isten elé egymagad, harcolj ő előtte, intézd el ügyedet, hogy egyszer s mindenkorra. Más emberekkel szemben is úgy kell eljárnunk, hogy akarati döntésre bírjuk őket. Ez az út vezet az átadáshoz. Isten újra meg újra nem gyakran, csak néha. Válságba vezet minket. Ez lesz életünk nagy vízválasztója. Vagy egyre hanyagabb és haszna vehetetlenebb keresztjének leszünk, vagy mindig jobban égünk Isten dicsőségért. Hogy a legvégsőt is odaszánjuk, az ő legfenségesebb céljáért.